Már munkába is állt a Kozár Mislenyesek kosárlabda szakosztályának új szakmai vezetője. Sipos Ádám 10 évesen ismerkedett meg a sportággal Körmenden, és ott is járta végig az utánpótlás korosztályokat. 2009-ben került először Pécsre, majd Veszprémben tette le a sportedzői vizsgát, és az ottani utánpótlásban kezdett dolgozni, aztán a női egyetemi csapat és a férfi MB2-es gárda edzője lett. Pécsre visszatérve a Petőfi Ese színeiben foglalkozott az MB1-B-s és a női egyetemi csapattal, a PVSK-nál pedig a fiú U18-as, U12-es és U11-es csapatokkal, valamint az előkészítő és az ovi sportprogramban is részt vett. Volt a férfi MB1-B-s gárda másodedzője is. Jelenleg a Kozár Mislenyese MB2-es csapatának játékosa. A Pécsi Tudományegyetem szakedzői szakára jár, és tervezi az MSC szint elvégzését is. Sipos Ádám vezetésével tart egyhetes intenzív edzőtábort a kosárlabda szakosztály. Nagyon jó kikapcsolódás a gyerekeknek nyáron. Nem szakadnak el a kosárlabdától, nincs az, hogy most otthon ülök és nem tudok mit csinálni magammal. Ez az egyik. A másik, hogy én is megismerhetem őket, és ők is megismernek engem, ami nagyon hasznos, főleg egy olyan nyugodt időszakban, amikor ugye nincsenek versenyek, nincsenek mérkőzések, kicsit egymáshoz szokunk, és hát az én saját szempontomból pedig le tudom őket ellenőrizni, hogy ki milyen szinten tart a korosztályához képest, ki miben jó, ki miben kevésbé jó, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk fejleszteni rajtuk. Az én feladatom az összes utánpótlás csapat koordinálása, ellenőrzése, edzéstervek megírása, lényegében összekapcsolni az egész kozármisrenyi kosárlabda utánpótlást, egy irányba terelni, mert az elmúlt egy-másfél évben egy kicsit elatyátlanodott ez az egész rendszer, és hát megpróbálom tényleg egy mederbe terelni a játékosok fejlődését, figyelembe, illetve szem előtt tartva. Nagyon rendes gyerekek, nagyon befogadóak, és ami a legfontosabb, hogy amit átpróbálok adni információt, azt nagyon könnyen veszik, és hallgatnak rám, fegyelmezetten dolgoznak, úgyhogy öröm velük dolgozni. Ez a második táborunk idén, az elsőben nagyon sokan jelentkeztek, így elgondolkodtunk azon, hogy a nagyobb korosztályba is kellene egy tábort hirdetni, ugyanis az orrfői táborunk, ami már lassan hagyománnyá vált, hogy megszervezzük, idén sajnos a Fishing Fesztivál miatt elmarad. Így akkor így a nyár közepén így be tudtunk iktatni egy hetet, amikor az U14, U16, U18-as korosztálynak tudtunk szervezni egy tábort. Ugye elég későn tudtuk ezt kihirdetni, úgyhogy ezért van ilyen kevés létszám, de nem baj, inkább ez egy ilyen egyéni képzős hét lesz. Most van egy új szakmai segítségünk, ugye Sipos Ádám személyében, így kicsit meg fog változni minden szakmailag. Meg lesz a képzési tervünk, hogy mi szerint kellene haladnunk. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és szerintem nagyon szép szezon vár ránk majd. Létszámban nincs hiány, tehát már a legkisebbektől kezdve óriásit léptünk előre, tehát megdupláztuk a tavalyi létszámunkat. Most van itt már olyan játékos, aki már másik egyesülettől jött át hozzánk, és még lesz bőven ilyen az U16-U18-as korosztályban, úgyhogy nem fogunk unatkozni. A 2022-23-as szezonra augusztusban kezdik meg a felkészülést a kosárlabda szakosztály csapatai.